Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Rendkívüli közgyűlés, döntöttek a városi játszótér korszerűsítési programról. Kempingfejlesztés 50 millióból, díjmentes próbaüzem augusztus 20-án. Válogatott alkotások, egyre bővülő nemzetközi kerámia kollekció Vásárhelyen. Elfogadta a Hódmezővásárhelyi Közgyűlés a város 3 éves, 100 millió forintos játszótér fejlesztési programját. A keddi rendkívüli ülésen elhangzott, hogy a beszerzések már megkezdődtek, két helyszínen új játszóvárat is létesítenek a közeljövőben. Továbbá szó volt arról is, hogy még várják a pályázatokat a 2022. január 1-jével összeolvadó könyvtár, múzeum és művelődési központ vezetői posztjára. Akkor egy 100 milliós cél összeget jelöltem meg, amiből 50 millió forintot az idei évben szeretnénk biztosítani, 25-25 millió forintot pedig a következő két esztendőben. Márkizay Péter Hódmezővásárhelyi játszótér felújítási és fejlesztési terveiről beszélt a város keddi rendkívüli közgyűlésén. Egy 5 millió forintos közbeszerzés már elindult, melyből a Népkertbe és az Európa Parkba kerülne egy-egy új játszóvár. Az a törekvés, hogy minden városrészben legyen megfelelő számú és minőségű játszóhely a gyerekeknek. Szükségesé vált nem csak a kimondottan rosszindulatú értékelések miatt, hanem az egyébként is leromlott játszótereink miatt, tehát tényleg rossz állapotúak voltak, és most a város vezetés anyagi lehetőségeit is figyelembe véve meg is tudjuk ezt tenni, hogy egy nagyszabású játszótér felújítási programot indítsunk el. A rendkívüli közgyűlésen a Tornyai János Múzeum, a BFMK és a Németh László városi könyvtár összeolvadásáról is szó esett, amely az alapítókirat módosítása miatt 2022. január 1-jére tolódik. Az új intézmény vezetői posztjára továbbra is várják a jelentkezőket. Azt gondolom, hogy egy jó alkalom most fölhívni a figyelmet arra, hogy mivel most csak egy érvényes pályázatunk volt, hogyha bárki későbbiekben ismer alkalmas vezetőt erre az összevont intézményi feladatra, akkor kérem önök is bátorítsák, hogy adja be a pályázatát. Az érintett intézmények vezetőivel meghosszabbították a szerződéseket, így ők augusztus 31-e helyett december 31-ig tölthetik be jelenlegi tisztségeiket. Ronan Gárnán ír nagykövet a közelmúltban Hódmezővásárhelyen járt, és a Városházán Márkizay Péter polgármesterrel tárgyalt. Látogatásának egyik célja a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlesztése. Írország főként mezőgazdasági területen számít Hódmezővásárhelyi értékeire, de az élelmiszer és a gépipar is érdekes lehet számukra, hangzott el a találkozón. Márkizay Péter polgármester hivatalában fogadta Írország budapesti nagykövetét, Ronan Gargant, a látogatást a diplomata kezdeményezte. Írország magyarországi nagyköveteként fontos feladatom, hogy fejlesszem a kapcsolatokat Magyarország és Írország között. Az is fontos, hogy ne csak Budapestet, hanem a vidéket, a fővárosokat is meglátogassam. Ez a látogatás most arra kínál lehetőséget, hogy Vásárhelyet megismerjem kicsit jobban, lássam, itt hogyan zajlanak a dolgok, milyen nehézségekkel küzd a város, és milyen együttműködési lehetőségek adódhatnak. Írország elsősorban mezőgazdasági területen lát lehetőséget Hódmezővásárhelyben, de a feldolgozó ipar és a gépipar is hasonlóan érdekes lehet a cégek számára. A polgármester szerint hatalmas lehetőség egy ilyen látogatás a városnak, mert befektetőket lehet Hódmezővásárhelyre csábítani. Írország kiemelkedően sikeres informatikai területen tanácsadás és szoftverfejlesztés egyaránt, tehát abban is reménykedem, hogy esetleg mondjuk az IT területen is lehetne együttműködni az írekkel. A Városházán tett látogatás után közös ebéden folytatódott Ronan Gárgán és Márkizay Péter megbeszélése. Az ír nagykövet korábban járt már Vásárhelyen, és idén az állattenyésztési napokra is el akart jönni májusban, de azt a Covid miatt szeptemberre halasztották, így reményei szerint akkor újra ellátogat városunkba. Új vizes blokkot készít a református óvodába a nagymúltú kerámia és porcelánberendezéseket gyártó vásárhelyi cég. A felújításokat az anyavállalat társadalmi felelősségvállalási programja támogatja, melynek segítségével korábban elkészülhetett a Malom utcai óvodának a fürdőszobája is.
A Villeroy magyarországi leányvállalatának felajánlásából megújulhat a Szeremlei Sámuel református óvoda. A porcelángyár még 2016-ban indított egy társadalmi felelősségvállalási programot, melyben időről időre vállalja, hogy egy-egy óvodában felújítja a vizes blokkot. Gondoskodnak nem csak a munkavállalóikról, de még a munkavállalóik gyermekeinek a körülményeiről is. Tehát azt gondolom, hogy mindannyiunk, mind a város rendkívül hálás azért a befizetett adóért és törődésért, figyelemért, kultúrát munkakörülményekért és kultúrát óvodai körülményekért, amelyet egy ilyen példamutató multinacionális nagyvállalat elhoz nekünk Hódmezővásárhelyre és biztosít az itt élőknek és a gyermekeinknek. A gyár az előző évben a pandémia miatt nem tudta folytatni a programot, de 2021 szerencsére kedvezőbben alakul. Mivel csak akkor tudnak dolgozni, amikor nincsenek bent a gyerekek, remélik, hogy az előző óvodához hasonlóan itt is befejezik 2 év alatt a munkálatokat. Varázsolunk itt egy csodaszép kis fürdőszobát, amit szerintem mindenkinek tetszeni fog, és emeli az óvodának a hírnevét is. És utána folytatjuk tovább, mert itt 3 vizes blokk van. Örülünk, hogy ilyen programban részt vehetünk, az anyavállalatunk nagyon támogat benne minket, egy csomó termék Villeroy termék lesz, egy része alföldi termék lesz, jelezvén, hogy ez a gyár, ez egyrészt magyar vállalat, másrészt egy német tulajdonban álló nemzetközi cégnek a gyára. Az óvoda fenntartójának képviseletében Major István Zoltánné is kifejezte köszönetét. Amikor a gyermek fejlődési szakasza oda érkezik, amikor óvodába kerül, ez az az időszak, amikor mindent megtanul. És amilyen hatások ilyenkor érik, amilyen oktatás ilyenkor éri, amilyen minta és példa éri a gyereket, olyan felnőtté válik. A programban több cég is szerepet vállal, az egyik a burkolatot biztosítja, a másik pedig kedvezményes munkadíjjal járul hozzá a felújításhoz. Ingyenes próba hétvégével augusztus 20-án megnyitja kapuit a Hódmezővásárhelyi kemping. A beruházás első üteme 50 millió forintból, és azzal a céllal valósult meg, hogy a magyarokon kívül újra külföldi vendégeket is fogadhassanak az évek óta kihasználatlan területen. Katona Zsolt, a strand ügyvezetője úgy látja, hogy jó irányba halad a hódfürdő fejlesztése. Augusztus 20-án nyit a Vásárhelyi kemping. Az első 2021-es kivitelezési ütem már az utolsó símításoknál tart, a talajrendezés, a közművek kialakítása és a lakókocsi állások kivitelezése is befejeződött az 50 millió forintos ráfordítást megközelítő fejlesztésben. Az autóbeállók mellett sátorállítása is lehetőség lesz a kemping területén, emellett a higiéniára és a kényelmre is ügyeltek a beruházás megálmodói. Az első ütemben 3 olyan mobil épületet vásároltunk, amelyből 2 szaniter, egy férfi és egy női szaniter tusolókkal és vécékkel, és van egy recepciós épületünk. Tehát kezdetben az első ütem ebből állt. A vendégek a 3 napos hosszú hétvégén ingyen kipróbálhatják a strand megújult szolgáltatásait. A fejlesztések azonban nem állnak meg, új utakat, bérelhető mobil lakóházakat is kialakítanak majd a helyszínen, és a következő szezonra még zöldebb és virágosabb lesz a terület. A vezetőség reményei szerint hamarosan visszatérnek a kempingezők is a vásárhelyi strand területére. Nagyon sok ember arról számol be, hogy külföldi lakókocsikkal egész nyára lejöttek külföldi turisták, de a hazaiak is ugyanúgy közkedvelt helye volt ez a kemping, és hát bízunk benne, hogy a jövőben ugyanez lesz. Ha az időjárás is engedi, augusztus végén és szeptemberben a főszezon után már lakóautók tölthetik meg a vásárhelyi kempinget, és visszanyerül a terület régi szerepét a város turisztikai életében. Már készülődnek a városban az augusztus 20-án kezdődő 3 napos programsorozatra, melyen számos rendezvényt és pincészetet látogathatnak majd meg a vásárhelyiek. Ma az árusító bódék kihelyezését kezdték meg a Kossuth téren és a Sétáló utcán, ami idén központi helyszíne lesz a kavalkádnak. A változatos programokra ebben az évben 40 millió forintot fordít a város, hogy minél tartalmasabban ünnepelhessék a helyiek az államalapítást. Történelemtanulás egy kicsit másképp, játékos formában barangolhatnak a múltban ezen a héten azok a gyermekek, akik részt vesznek az idei nyári szünet egyik utolsó táborában a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A felfedezőknek keresztelt tematikus foglalkozás sorozat jó alkalmat teremt arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek többek között a lovagok, az indiánok és a kalózok életével. Hogy voltam
A középkori lovagok világával ismerkedtek ma a kis felfedezők a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ szakköri termeiben. A fiúk elkészíthették saját pajzsaikat is. Én azért szeretek itt lenni, mert itt felfedezünk sok érdekes dolgot, nem csak tudományról, de izgalmas középkori egyiptomi dolgokról is. A tegnapi tematika az ókori Egyiptomra épült, ma pedig többek között az derült ki, milyen sokrétű tudása volt szüksége annak idején egy lovagnak. Például kell a lovagoknak, hogy tudjanak vívni, íjászkodni, lovagolni, úszni, sakkozni, verset írni, és a királyt... És védelmezni a lányokat, igen. Az elesetteket és a királyt. Igen. Míg a fiúk a kardot forgatták, addig a lányok legyezőt készíthettek. Oda-vissza így hajtogatod, és utána mi a másikkal is, meg a másikkal is, amit kivettél, és utána meg összefűzöd, és kész van. És akkor majd tudsz vele legyezni, ha nagyon meleged van. A játszott tanulás az egyik fontos célkitűzése a felfedezők táborának, amelyből ezen a nyáron már a második turnus indult. Amikor középiskolába kerülnek, vagy már hetedikes, nyolcadikos, hogy ő nem szereti a történelmet, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerethető tantárgy, nagyon érdekes, és ezekkel a dolgokkal lehet igazából a gyerekeket úgymond a lábukról levenni, hogyha olyasmit tanulunk egy kicsit órán is, picit becsempészve a tanórába, ami például a lovakkor, vagy valami érdekesség, és ez ezzel azt gondolom, hogy már mindjárt jobban érdekli a korszak, vagy a tantárgy a gyereket. A tábor résztvevőire a következő napokban még az indiánok és a kalózok élete is felfedezésre vár. Egészen október végéig látogatható, azaz értékteremtés, ipar plusz művészet kiállítása a Nemzetközi Kerámia Központban. Az érdeklődők abból a gyűjteményből láthatnak itt válogatást, amelyet a már több mint két évtizede működő kerámia szimpóziumok biztosítanak Hódmezővásárhelyen. A résztvevő művészek ugyanis egy-egy alkotást itt hagynak, így folyamatosan gyarapszik a városi kollekció. A kerámia szimpózium 23 éves fennállása óta 17 országból több mint 400 művész fordult meg itt, akik összesen 1850 művet készítettek. Az alkotások közül szakértői zsűri választotta ki a városi kerámia gyűjtemény darabjait. Ezek mindegyikét az egyediség jellemzi, amelyekhez az itt található kerámiával foglalkozó gyárak biztosítják az anyagok sehol máshol nem elérhető tárházát és a kivitelezés technológiai hátterét, hangsúlyozta Pannonhalmi Zsuzsanna, a gyűjtemény kezelő Varta Vince kerámia művészeti alapítvány elnöke. A kezdetek óta az Alföld Porcelán Edénygyár ZRT is szívesen fogadja a művészeket, akik itt kedvükre kísérletezhetnek a formákkal és a színekkel. Frankó Gábor vezérigazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy az ipar és a művészet nem csak napjainkban, de már a Majolika gyár 1912-es megalapítása óta kéz a kézben járt egymással a vásárhelyen. A kerámia szimpózium emblematikus jelentőségű a város életében, ezért az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni, hogy ezt az örökséget a következő nemzedékek számára is tovább lehessen adni, emelte ki dr. Kis Andrea alpolgármester. A Nemzetközi Kerámia Központban október végéig látható válogatás Komárom és Losonc után tért vissza Hódmezővásárhelyre. Kedves nézőink, híradónk végén egy közérdekű közlemény. Szerdán délelőtt forgalomkorlátozás lesz daruzási munkálatok miatt a Serház utcában, ami az autós és a busz közlekedést is érinti. Figyeljenek erre. Holnap 17:30 perckor viszont számítok a figyelmükre a híradóban. Viszontlátásra!